Blanka, Blanka, hol vagy, Blanka? Hol az úristen, bolyong ez már megint, Blanka? De szétváglak, ha megtalálom. Az óceán partján. A Bahama szigeteken tökéletesen érezheti magát minden korosztály. Kalandozzon a szigetek között hajóval, sárkányrepülővel, vagy éppen strandpapucsban. Kóstolja meg a különleges kong kagylónkat, ízlelje meg a széles helyi bor kínálatot. Bahama szigetek. Várja a mennyország. És nyilván lehet, hogy van ennek az öt számnak boldog tulajdonosa, aki mennyit is nyer? 282 millió forintot. Ami azt jelenti, hogy ez egy nagyon-nagy összeg, ez egy hatalmas összeg, és ha tényleg elakadna a Mire Költsem című fejezetnél, akkor ne felejtse el az ajánlatot, mely szerint vannak ötleteink, és tényleg sikerül, és a történet, ha nem sikerül elkölteni, akkor nem mondunk. Igen, igazából lehet, hogy a jövőbeni mecénásod már igen, minket nézott el a tévé előtt, vagy mondjuk, vagy azt várja, hogy osztozik-e a nyereményen, ha nem még valakinek ötösen. Igen, és az a jó benne, hogy akármilyen sziget nyersz, hogyha nem olyan nagy, hanem pont azért, amilyen, azért kell a fejedet tenni rajta. Tehát mindenképpen megér egy-két gondolatot, meg segítségre is lehet számítani. Mi is számítunk segítségre, érkezik Viki, a nyertes kereső. Telefonos ügyfélszolgálat, Pásztor Ádám, miben segíthetek? Jó estét, Takács Károly vagyok. Jó estét, Karcsi bácsi. Rögtön kapcsolom Annát. Köszönöm. Telefonos ügyfélszolgálat, Mezei Anna, mivel segíthetek? Szervusz, Anna, itt Károly. Szia, de örülök, hogy hívsz. Hogy vagy ma este? Hát, meg vagyok, köszönöm. Na mi van, feltették már az eredményeket? Még nem, de nem ettem semmit, se tegnap, se ma. Két napja nem alszom. Tényleg már az sem baj, ha nem, csak mondják meg. Nem, most azért jobbak az esélyeid, nem is lettél rosszul. Ja, igen. Ha nem jutnék be, akkor azért ezt megünnepelhetnénk. Miért? Ha miért ne jutnál be? A tehetséged megvan hozzá, csak egy kis szerencse kell, nem? Hát ez az, ami nekem sosem volt. Dehogy nem, hát mindig a legváratlanabb pillanatokban jön a szerencse. Hát azért biztos nyertél már életedben valamit, nem? Mármint versenyt? Hát, nem tudom, kártyán, lottón, vagy na, ruletten. Igen, egyszer kiskoromban kaparós sorsjegyen nyertem pár száz forintot. De akkor még több fülem volt, mint fogam, szóval nem igazán emlékszem. És
Mit csinálnál, ha mondjuk nyernél a lottón egy csomó pénzt? Hát, azt hiszem, hogy belefognék egy saját vállalkozásba. Mondjuk nyitnék egy teázót, egy olyan művész helyet, élő zenével, nagy könyves polcokkal. Igazából csak azért, hogy legyen egy hely, ahol énekelhetek. Aztán persze utazgatni is tök jó lenne. Igazából annyi mindent lehetne csinálni. Ez remek. Ne haragudj, most kapcsolnom kell egy másik vonalat, de beszéljünk hamarosan. Persze, persze. Szia! Blanka, a fene esem beléd. Egy perc nyugtom nincs tőled, mondtam, hogy ott maradj. Jó reggelt, Károly. Jó reggelt, Károly. Hogy van ma reggel? Nézte? Az este elvitték az ötöst. Ki? Nem én? Biztos valami baromságra költik. Vagy építenek egy új plázát, manapság ebben van a pénz, nem? Vagy vesznek egy drága autót, hogy még jobban szennyezzék a levegőt. De csak is valami marhaságra költhetik. Maga? Maga mire költeni? Én kérem szépen, jótékonyságra adnám. Éhező gyerekeknek, vagy kutyáknak. Elég legyen, te dök! Elhallgass! Tuss! Remek! Hát, tudja, hogyha megnyerném tényleg így a lottót, akkor... Hát nyaralni biztos nem mennék el. Hadd gyerekkel, ez őrültségem. Esetleg egy jó kormányt mellé. Egyrészt biztosan félretennem. Hát, hogyha nagyon sok pénzem lenne, akkor... Szeretnék kiköltözni a kertvárosba. Egyetemre küldeném a fiúkat. Meg egy jó kis órát is hozzá. Fehér ház, medence. Én meg egy nagyon van. Jó napot! Telefonos ügyfélszolgálat, Mezei Anna, mivel segíthetek? Szia, Anna, itt Károly! Szia! Hogy vagy? Meg vagyok, köszönöm. Képzeld, vettem egy új telefont. Na, és milyen? Milyen telefon? Jó. És te? Elolvastad a könyvet? Vagy mi? A könyvet? A Dickensen. Ja, melyiket is? Szép remények, ugye? Igen. Nem, egyszerűen nem jutottam hozzá, de ki fogom kölcsönözni újra. Persze. Az embernek arra van ideje, amire akarja. Hogy tessék? Elnézést kérek, hogy van, aki heti 7 napot dolgozik 10 órában. Rohadtul nincs időm olvasgatni. Elnézést, most mennem kell, ne haragudj, majd beszélünk.
kitette a pénzt. Halló! Vagyok. Nagyon szeretnék otthon lenni, ne csináld! Gyerünk! Köszönöm szépen, várjál! Találtad? Honnan szedted? Mondjad már, beszéljél már! Milyen kőről? Álljál ide, kisfiam, és mondjad el érthetően, hogy mi honnan szedted? Egy kőszoborról. Milyen kőszoborról? Mutasd meg! Innen. Itt csak így ott volt ez a pénz. Most biztos, hogy igazat mondasz, ugye? Nem veszünk el sehonnan pénzt, érted? Ez nem a mi pénzünk. Tied ez a pénz? Nem, nem az enyém ez a pénz. Tudod, hogy ez mennyi pénz? Nagyon sok pénz. Nem vesszük el, érted? Nem nyúlunk olyanhoz, ami nem a miénk, érted? Na, akkor álljál ide, légy szíves. Jó napot, telefonos ügyfélszolgálat. Pásztor Ádám, miben segíthetek? Jó napot, Ádám. Takács Károly vagyok. Jó napot, Karcsi bácsi. Anna csak az esti műszakban lesz, most a kávézóban dolgozik. Kávézóban? Hogyha, milyen kávézóban? Majd biztos elmeséli. És a címe? Meg tudnám mondani a címét? Persze, mondom.
csókolom. Mit hozhatok? Egy kávét legyen kedves. Ajánlhatok esetleg a kávé mellé valami süteményt? Hogyan? Frissek a réteseink, házi sütés. Hozhatok a kávé mellé? Nem, köszönöm, csak a kávé. Csak a kávé, már is hozom. És már itt is a kávé, egészségére. Mivel tartozom? 360 lesz. Utazik? Igen. Balatonra. Ez jó. Köszönöm szépen. Még várjon egy pillanat. Igen. Ezt legyen olyan kedves. Az Annának átadni, jó? Köszönöm. Átadom, persze. Kérdés csokon, köszönöm. Viszontlátásra. Jó utat.